Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit kellene tenned, így hívom ezt a jóslást. A mai napon van egy Uránusz és egy Merkur kapcsolat. Ezt a kapcsolatot úgy nevezzük, hogy quincunx aspekt. És ennél a quincunx aspektusnál vannak belső bizonytalanságok. Ilyenkor felteszed a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, írjak vagy ne írjak, aláírjam-e vagy sem, mit tegyek, mit kellene tenni. Uránusz bolygónál mindig változásokról van szó, vagy olyan eseményekről, amire nem számítottál. Ez olyan hirtelen jön. És Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, tettekről, vagy kommunikációról. Ez lehet egy levél is. Tehát történik most valami, ami olyan hirtelen jön, és itt lesz kommunikáció, vagy kapsz egy hírt, és nem tudod azt, hogy válaszolj erre, hogy mit tegyél, mit vált ki belőled. Uránusz bolygó az úgy siettetni szeretné most az eseményeket, és Merkur bolygó jelenleg inkább úgy hat, légy meggondolt, visszahúzódó, gondold át az eseményeket. Ebben a kapcsolatban Uránusz és Merkur bolygó között egyik irány sem jó, hanem kell a középút. Tehát reagálni erre az eseményre, vagy megválaszolni ezt a levelet, de ne siessd el a dolgokat. Gondolj át mindent, de ne húzódj vissza, hanem lépj kapcsolatba a másik féllel. És miről van szó? Ezt megnézzük most ennél a kirakásnál. Itt ez az út utal a te sors utadra. Itt a hátad mögött van a múlt. Egy nehéz életút. Te nagyon sok mindent cipelsz itt. Most itt fel kellene menni ehhez a várhoz, de hogyan? Hiszen így minden olyan nehéz. Valamit itt el kell engedni, vagy le kell tenni. Ezek lehetnek gondolatok, mint például ezt úgysem tudom megoldani, ezek lehetnek érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, ezek lehetnek hamis kapcsolatok, ez lehet egy tárgy is, ami mindig ott van a közelben, de nem akarod látni, vagy lehet egy bizonyos hely, a lakóhely, vagy ott, ahol vásárolsz, lehet, hogy nem érzed jól magadat, akkor nem kell oda menni. Ha így döntesz, akkor a lépéseid gyorsabban haladnak előre, és minden könnyebb lesz. A 10-es szám itt a kártyán egy új irányra, egy új kezdetre utal, amikor egy új periódus kezdődik. És Uránusz bolygó jelenti most ezeket a változásokat, hiszen kihat ránk jelenleg. Itt van egy gazdag nő. Jólétben él. Lehet, hogy segít neked az anyagiakban is. De ez a kép jelenthet téged, hogy lesz itt egy növekvés, egy nyeremény, vagy megvannak ezek a belső értékek nálad. A következő kártyán látható egy házasság, az lehet, hogy lesz egy meghívás, egy esküvőre, és ott megismerkedsz valakivel, de azt is jelentheti, hogy nálad lesz ez a házasság. És ez szerencsét hoz, mert itt van ez a nagy szerencse. Ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is,
utalhat szerződésekre. És hogy hat ki rád mindez? Itt látható ez a 10 bot, ugyanúgy, mint itt ezen a képen is. Ez, amit még mindig cipelsz, ezek a nehézségek. Mint mondtam, ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Engedd el! És ha így lesz, akkor meg lesz nálad ez a belső egyensúly, ez a harmónia, amire még ez a mérleg utalhat egy bírósági ügy, ahol lesz most hirtelen egy változás, és kapsz egy hírt, vagy egy szerződést. Amit még ez a mérleg jelent, ez a párkapcsolat. Itt is látható ez az esküvő. És a harmadik képen a 7-es szám utal a hold energiájára. Az kihat az érzelmeidre. Itt vannak a vágyak, a remények, az álmok. Megvan nálatok ez az álom, és hirtelen, ahogy Uránusz bolygó hat, itt cselekvésekről van szó. De ne bizonytalanodj el, figyelj oda rá, te nem kell azonnal cselekedni vagy válaszolni, hagyj egy kis időt, de ne túl sokat. Visszatérve erre a kártyára, itt az érmékről van szó, az anyagiakról, itt látható a jólét, mint ahogy ez a gazdag hölgy itt mutatja, amit még ezek az érmék jelentenek az anyagiakon kívül, a munkát, a hivatást, és a föld elemét. A föld eleménél reális dolgokról van szó. A 7-es szám, a hold energiája, jelenti az álmokat, és a föld energiájánál arról van szó, hogy ez az álom megvalósul. És milyen álom? Hogy hat ki az érzelmeidre? Itt ezt mutatják a kártyák. Itt lesz egy hír, egy levél. Itt szerelemről van szó, és te vagy itt ez a szerelmes hölgy. Hamarosan kapsz egy jó hírt, és ez lehet egy szerelmes levél is, ahogy a kártyák mutatják. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!